Folytatódik a legendás versenysorozat Székesfehérváron. Több résztvevőt tekintve olimpiai szintű verseny lesz a keddi Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelynek már 11. alkalom alatt hat otthon Székesfehérvár. Az esemény előtti sajtótájékoztató Mészáros Attila alpolgármester is részt vett, aki úgy fogalmazott, hálásak lehetünk azért, hogy hosszú évek óta az atlétikai sportvilág Székesfehérvárra figyelhet. Több szempontból is nagyon fontos ez a városnak. Egyrészt azt gondolom, kiváltképpen az elmúlt évek fantasztikus sikerei eredményeképp ez egy matematikailag ki nem szorozható marketingértéket jelent a városnak, hiszen ez egy fantasztikus lehetőség, és azt gondolom, hogy már több visszatérő versenyző, habár némi küzdelemmel, de most már Székesfehérvár nevét már ki tudja ejteni, de reméljük, hogy ez még a továbbiakban is így lesz. Az alpolgármester hozzátette, fantasztikus látni, hogy a világhírű versenyzők itt járnak közöttünk a városban. Deutsch Péter, a verseny szervezőbizottságának elnöke azt mondta, kevés ember tett annyit a magyar atlétikáért, mint a megmérettetés névadója, Gyulai István. És abban is biztos vagyok, hogy büszke lehet az egyetlen magyar atlétikáért sokat tevő fiára, Miklósra, aki ezeket az értékeket az elmúlt évtizedben, mint a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke folytatja tovább. Köszönjük a lehetőséget a családtól, hogy folytatjuk az együttműködést. Természetesen, ahogy azt már tavaly is elmondtam, soha nem mond, hogy soha, illetve ami nagyon fontos, hogy vannak állandó kapcsolatok az életben. Úgy tűnik, hogy a királynő, a sportok királynője, és a király, a királyok városa Székesfehérvár egy megbonthatatlan kapcsolat. Spirjev Attila elmondta, a keddi Gyulai István Memoriálon 47 ország sportolói állnak rajthoz, ami kuriózumnak számít. Majd kiemelte, a 100 és 200 méteren hazai rekorder, korábbi arakatléta Takács Boglárka is indul a versenyen, aki 200-on összecsapat a fedett pályás világbajnok Saint Luciai Julian Alfreddel és a jamaikai olimpiai bajnok Sherika Jacksonnal. Női 100 méteren minket egyetlen versenyző érdekel, igazán őt úgy hívják, hogy Takács Boglárka, aki gyakorlatilag minden magyar sprintszámban 60 méter, 100 méter, 200 méter, rövidpályás 200 méter, 400-as váltó, mindenben országos csúcsartó, átírta a magyar csúcslistát. A mezőnyről nevek nélkül annyit, hogy ő az egyetlen a mezőnyben, akinek még nincs 11 másodpercen belül az egyéni csúcsa. Ennyit a mezőny erősségéről, reméljük, hogy ez már nem sokáig lesz így. A sportigazgató hozzátette, hogy a versenyen a női 100 méter gáton indul a puertorikai olimpiai bajnok Yasmin Camacho Quinn. Férfi 100 méteren ott lesz a mezőnyben a háromszoros memoriál győztes, dél-afrikai Akani Simbine. Magyarok közül 400 méteren rajthoz áll az országos csúcstartó, fedett pályás VB5. Molnár Attila.